A vízellátás és szennyvízhálózatok fejlesztését szolgáló projektek összértéke 500 millió dinár. Ebből az önkormányzatoknak 200 millió dinárt kell biztosítaniuk, a többi eszközt a tartomány fedezi. Moram da napomenem da smo ove godine ograničili maksimalan iznos sredstava na 20 miliona dinara po projektu vezano za objekte u vodovodnoj mreži. Što se tiče kanalizacione mreže, tu smo ograničili na 10 miliona i moram da napomenem da je zadovoljstvo što su lokalne samouprave pre svega u svojim lokalnim budžetima iznašle neophodna finansijska sredstva da zajednički sa nama sufinansiramo ove značajne projekte. A tartomány által támogatott projektek elsődleges célja a vízminőség, valamint az életszínvonal javítása Vajdaságban. Značaj i jednog i drugog konkursa je veoma veliki. Kvalitet pijaće vode jeste nešto što generalno karakteriše kvalitet života u naseljenim mestima, a veliki nedostatak u velikom broju naseljenih mesta u autonomnoj pokrajini Vojvodini jeste nepostojanje kanalizacione mreže. Gyorgy Milicevic elmondta, a tartományi kormány eltökélt célja, hogy lehetővé tegye a vajdasági települések egyenletes fejlődését, és ezen projektek nagyban hozzájárulnak ennek a célnak a megvalósulásához.